Ez alkalommal hoztunk magunkkal egy fiút, a troászi fiút. Őről fogunk beszélni. A Cselekedetek könyve 20. rész, 6. versétől a következőket olvasom fel, és elmondjuk, hogy mi milyen üzenetet találtunk ebben az igében. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után elhajóztunk Filippiből, és 5 nap alatt érkeztünk meg hozzájuk Troászba, ahol 7 napot töltöttünk. A 7. napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a 3. emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután fölment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen viradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjú pedig élve felkerült, és egészen megvigasztalottak. Mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva Asszuszba utaztunk, ott akartuk fölvenni Pált, mert így rendelkezett, ő ugyanis gyalog akart jönni. Amikor azután Asszuszban találkozott velünk, felvettük, és Mitilénébe mentünk. Onnan elhajózva, másnap Kiosz elé jutottunk, azt követően pedig behajóztunk Számoszba, majd a rákövetkező nap megérkeztünk Milétoszba. És így tovább végül eljutnak Efézusig. Mit is láttunk ebben az igében? Megdöbbentett az, hogy Troászban már ekkor volt egy komoly gyülekezet, többen szolgálhattak ezen a szigeten, és átadták a Krisztusról szóló örömhírt, és Pál felkereste. Filippiben tartózkodott előzőleg, és 5 napi hajóút után megérkezett erre a helyre. És hogyha munkálkodunk, akkor nem csak vetünk, hanem aratunk is. És ez az apostoli korban jellemző volt, hogy az Úr lélekben és számban is gyarapította az üdvözülőket. Felelősek vagyunk az emberekért, ezért mindent meg kell tenni, értük. Még egy ember is fontos az életben, hogy szolgáljunk neki. Aztán tovább haladva, a 7. napján, mikor összegyűltünk, itt szeretném megemlíteni, hogy ez a vasárnap volt, a keresztények között kezdett elterjedni a Krisztus feltámadásának az ünnepe, és így a kereszténység életében, lelki életében fontos jelentősége volt a vasárnapnak, vagyis helyesebben mondva a Krisztus feltámadása megünneplésének. És
Az ünneplés, az együttlét úgy ment végbe, hogy összegyűltek a testvérek, főleg a hét első napján esti órákban, mert a rabszolgák a sok munka után csak akkor értek rá, és szeretett vendégséggel kezdődött, volt igehirdetés, szeretett vendégség, és én nekem ez egy nagyon figyelemre méltó a szolgálati szempontból, hogy a testvéreknek volt egy ilyen közös együttlét, ahol beszélgettek egymással, megosztották egymással az örömüket, a gondjaikat, a problémáikat, és így volt valamiféle közösségük, és a közösség gyakorlásához tartozott a szeretett vendégséghez, ahol az urak, a rabszolgatartók és a rabszolgák, a megtért rabszolgák egy asztalnál ültek. És ott vidám, szeretetteljes beszélgetés volt. Ezt követte aztán Pál ezt a kifejezést használja, a kenyértörés, ez tulajdonképpen az úrvacsora katolikusoknál oltári szentségnek nevezik. Tehát ez egy csodálatos közösség volt, és szerintem ahhoz, hogy a közösség éljen, és hogy a közösség fejlődjön, szükséges az, hogy személyesen találkozzunk. Ne a mobilon tartsuk a kapcsolatot, hanem személyesen, és hogy ennek nagyon nagy építő ereje van, akár közösségi szempontból is, hogy Pál apostol is ugye személyesen elment ezekre a helyekre, Troászba is, meg egyéb kisebb helyekre is elment, mert a személyes találkozáson nagy áldás van, pláne, hogyha az ember hittel megy, az Úr üzenetével felszerelve. És a közösség magától nem áll elő, semmilyen közösség, a közösséget munkálni kell. Itt az Úr gyermekei a feltámadás napján, a hét első napján egybegyűltek, és igényük volt az asztal közösségre. Ez annyira hozzátartozott kezdettől fogva a közösségi élethez, hiszen Jeruzsálemben vagyunk, közösségben éltek az emberek, mindenük köz volt, és ugye naponta együtt étkeztek többször is, és ez valami nagyon csodálatos dolog lehetett, a szeretetnek egy olyan rendkívüli gyakorlása, amely megelőzte a korának a társadalmi szokásait, hiszen a rabszolga nem ülhetett az asztalnál, és nem ehetett együtt a szabad emberekkel. De Jézus mindenkit megszabadított, és a testvéri szeretetnek egy olyan lelki légköre volt, amely át tudta lépni az előítéletességet, át tudta lépni a társadalmi korlátokat, és megvalósult az a szeretett közösség, amit csak a Krisztus testében áramlik, egyik embertől a másikig, függetlenül, hogy a szolga vagy szabad ember. És hogy nem csak kenyér közösségbe voltak, hiszen akinek volt, az közreadta, hanem a lelki tanítások is az asztal közösség részei voltak, hiszen Pál apostol volt a vendégük, mondanánk így, aki prédikált nekik, hirdette Isten igéjét, és hogy nem számított, hogy mennyi ideig vannak együtt, a tanítást megnyújtotta Pál éjfélig, mert így akarta a testvéri közösség, hogy minél tovább együtt lenni vele, minél többet kapni belőle,
és így valóban tudtak épülni az emberek. A kiéhezett rabszolgák is jól lakhattak, testileg is, lelkileg is. Ugye itt írástudatlan emberekről van szó, olyan emberekről, akinek nem volt bibliájuk, hiszen akkor csak a nagyon gazdagok, illetve hát a templom juthatott hozzá a kézzel írott nagyon drága tekercsekhez. Pál apostolnak megvolt a teológiai ismerete is, ő taníthatott, és a Krisztustól való felkenetése és a Szentlélek közössége is benne volt, és ez a három alkalmassá tette őt arra, hogy ezeket az embereket, akik közül nagyon sokannak fogalmuk nem volt az írásokról, tudott beszélni, és igény volt a sokáig való együttlétre. Ma egy istentisztelet 10 perc után már kicsit unalmassá kezd válni, és nagyon sokszor észreveszem, hogy a zsebekből előkerülnek a mobiltelefonok, és nyomkodják. Hát én a templomba az Úrért szoktam menni, hogy vele találkozzam, hogy ehhez az Úr mit szól, azt nem tudom, de nem is ítélkezem senki felett. De hogy olyan csodálatos lelki erő volt ott jelen, a Szentlélek ereje, hogy az emberek nagyon sokáig együtt voltak. És a hívő emberek, akik valóban Krisztus újjászületett gyermekei, azok szeretnek együtt lenni, szeretnek Isten igéjét közösen szeretik olvasni, illetve együtt imádkozni és átélni az Úr csodáját. Itt is készített az Úr alkalmat rá. Még ami engem nagyon meglepett, ha már nálam van a szó, hogy itt, amikor együtt voltak az atyafiak, a 8. versben azt olvastuk, hogy elegendő szövétnek volt a felházba, ahol a gyülekezet egybe gyűlt. Volt világosság, és hogy ez nagyon fontos, hogy ahol együtt vagyunk, hogy ott az Úr világossága jelen lehessen a lélek által, hiszen ha nincs világosság, akkor beleessünk a verembe, és ha nincs meg az Úr világossága, akkor olyanok vagyunk, mint ha vak vezetne, és akiket vezet, azok is beleesnek a verembe. Nagyon sokat jelent a számomra az elegendő szövétnek megmaradni a Krisztus világosságában, a gyülekezetben is az Úr világosságát árasztani, mondani az Úr igéjét, és a családban is. Hiszen a családban is együtt vagyunk, együtt étkezünk, együtt beszélgetünk. Vajon helye van-e a világosságnak, Isten igéjének, a szövétneknek, vagy pedig nincs elegendő világosság, mindenki éli a maga életét egy háztartásba, de mindenki külön és magányosan, egyedül. Igen. A apostolok cselekedeteit Lukács evangélista írta, és most is ezeket a verseket, amiket felolvastunk, úgy tudta megírni, hogy ő is ott volt személyesen, és ő megfigyelte azt, mikor Troászban voltak a gyülekezetben, hogy van egy nagyon kedves fiatal ember, Eutikhos, aki nagy érdeklődéssel volt ott ugyan a gyülekezetben. Talán így mondhatnánk, hogy ment a gyülekezetbe, nagy érdeklődéssel. Igen, igen, járogatott a gyülekezetbe, és hát azt írja Lukács doktor, hogy az ablakba ült a 3. emeleten, és hát onnan figyelte Pál apostolt, tehát ez azt jelenti, hogy se kint,
se bent. Tehát nem volt egészen bent, de egészen kincse. A hívő szülők gyerekei szoktak ilyen állapotban lenni, hogy ott is vannak az összejöveteleken, de azért félszemmel a világban is ott vannak. És hogy hát ez erre a fiúra irányul, aztán már majd a figyelem, és aztán végül rájövünk, hogy nem is a fiú kerül a középpontba, hanem az Úr munkája. Hogy hogyan munkálkodik az Úr egy fiúban, egy fiatal emberben, és hogy Pál apostol hogyan viszonyul hozzá. Pál apostol, hát ha megfigyeljük, eléggé nehéz mondatokba fogalmazott, és el tudom képzelni, hogy egy ilyen korú fiatal ember hát nem tudott már úgy sokáig figyelni, már amikor hajnal felé tartott az idő, akkor elaludt és leesett, lezuhant onnan az ablakból, és akkor egy rémület támadta az összejövetelen, és akkor Pál apostol megnyugtatta a testvéreket, és lement. És van itten egy még kifejezés, és mindjárt átadom Áginak a szót, hogy a lezuhant fiatalhoz, hogy Pál hogyan viszonyult, ez van itt, hogy magához ölelte. Igen. Tehát nem a kisostorral ment, hogy fiam, hát miért nem figyeltél jobban, hanem nagyon sok embert és fiatalt magunkhoz kell ölelni, hogy aztán meglássák az Úr Jézus Krisztust, mint megváltót és üdvözítőt. Tessék! Én még erről az Eutikus nevű fiatal emberről, ahogy itt a 9. verset olvassuk, arra gondoltam, hogy ő azért is ült az ablakba, mert ő nem volt közelvaló testvér, hanem úgy távolvaló volt a közösség perifériáján volt, és hogy itt az ember, ha nincs a belső közösségbe, hanem úgy távolabb. Emberek voltak, akik igyekeztek nagyon hamar oda menni, hogy egész közel lehessenek az apostolhoz. Voltak, akik már jó pár órával előbb oda mentek, hogy minden szavát hallják Pál apostolnak, hogy az első sorba üljenek. Ez a fiatal ember nem annyira igyekezett, és hát nagyon jó szellős volt az ablak, az ott is volt, meg nem is volt, és ezt olvassuk, hogy mély áronba merült, mert Pál apostolnak a tanítása hosszú volt, és nyilván nagyon mély dolgokról is beszélt Pál apostol, ami őt nem érintette meg, nem túlzottan érdekelt, és mély álomba merült. És tulajdonképpen azért is hoztam ezt a 9. verset így elő, mert nagyon veszélyes dolog mély álomba merülni. Nagyon sokan vannak, akik még eljárnak a gyülekezetben, részt vesznek az alkalmakon, bár a periférián vannak, mindig késve érkeznek az igehirdetés közepén, kapnak is, meg nem is, aztán fáradtak, oda se tudnak figyelni, és ha valakit elnyom az álom lelki értelemben, akkor az biztos, hogy alá fog zuhanni, és ugye annak következménye van. Nem lehet egy kis kézösszetevés, meg egy kis szunnyadás a lelki életünk. Nem csak az egyéni imádságról van szó, hanem itt a közösség életéről van szó, amit nekem is munkálni kell, és ha az ember dolgozik, akkor nem alszik el munka közben. Úgy gondolom, hogy az Úr szolgálata az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez a fiatalember találhatott volna ott szolgálatot, de valahogyan
ő csak a kényelmes helyet kereste magának. Jelen volt, senki nem szólhatta meg. És hogy ugye alázuhant, és halva vitték föl, ez egy nagyon komoly baleset volt, vagy az ennek a szunnyadásnak és a zuhanásnak a következménye, és mindig van következménye annak, hogyha ha mi elalszunk, és mély álomba merülünk, és akkor viszont el is szakadunk. Nagyon sok testvér szakad el a közösségtől, nincs, aki fölemelje, nincs, aki segítse. Nagyon sokan elszakadnak a családjuktól, és nagyon sokan annyira alázuhannak, hogy mintha nem is ismerték volna meg az Urat, és ez azért veszélyes állapot, mert 7-szer te gonoszabb lesz az ember, mint megtérése előtt volt. De ami itt nagyon csodálatos ebben a részben, és nagyon szeretném hangsúlyozni, az pedig az volt, hogy milyen csodálatos, hogy ott volt Pál apostol. Milyen csodálatos, hogy ennek a közösségnek, ebben a nagyon nehéz helyzetben, ebben a nagyon szomorú helyzetben ott volt az apostol, és hogy ez a kérdés, hogy igényeljük-e azt, hogy a közösségünkben ott legyenek azok, és hogy nekünk közösségünk legyen azokkal az emberekkel, akik által az evangéliumot megismertük, hogy van-e közösségünk azokkal, akik által az Úr elvezetett bennünket az ő hozzá vezető úton, vagy pedig mi már ilyen önállósult életet élünk. Az én szívem mindig nagyon szomorú, amikor látom ezt a világi lelkületet, ne szóljanak bele, jobban tudom, hogy hol a helyem, hogy mit kell tennem, hagyjanak békén. Ez a világ lelkülete, a mai fiatalok így szoktak beszélni, és hogy milyen jó, hogy itt volt Pál apostol, mert hiszen az az út, amit ez a fiatal ember magának választott, az egy alázuhanási út volt, és Pál apostol pedig magához ölelte, ráborult, a lelkét közölte, Isten lelkét vele, és hogy megélett a benne lévő lélek a Krisztus lelke által, a Pál apostolban lévő Krisztus lelke által. Vajon van igényed arra, hogy a Pál apostol közelébe lehessél? Vagy úgy gondolod, öreg már, más szelek fújnak, más idők járnak. A lelked ragaszkodik-e azokhoz, akiket az Úr a számodra lelki vezetőkül adott? Pál apostol nagy áldására volt a közösségnek, hogy akkor ott volt, ő nem csak tanított, hanem életet is mentett. Még végül egy dolgot szeretnék megemlíteni. Én nem tudom miért, de ezt nagyon nagy csodálattal olvastam mindig ezeket a sorokat Pál apostollal kapcsolatban, hogy ő hajnalig tanított, és korán reggel útra kelt, de nem szállt be a hajóba, hanem úgy döntött, hogy ő Asszuszig gyalog fog menni. Egyedül. Gyalog. Egyedül. Hát ez nagyon csodálatra méltó, nem csak az, hogy fizikailag mit bírt ez a törékeny ember. A kis ember, meg a bűnösök közt az első, hogy mit bírt ez az ember, hanem az, hogy ennyire szerette az Urat, hogy neki fontos volt, hogy
hogy külön az Úrral legyen. Nagyon szerette a testvéreket, kész volt velük hajnalig együtt lenni, de neki szüksége volt arra, hogy egyedül is. A feltöltekezésre. Igen, a feltámadott Krisztussal betelni, hogy itassa át őt a Krisztus győzelmes ereje, hogy majd, amikor tovább halad, végül majd tudjuk, hogy Efézus felé tart, és Jeruzsálembe fog megérkezni. Ez egy nehéz út, amit majd megtesz, de hogy ennyire szerette őt az Urat, és hogy így, ilyen szempontból nem ismertem Pál apostolt, hogy ő kitűnő, igehirdető volt, nagyszerű tanító volt, és hogy csodálatra méltó volt az élete, szenvedett, rablók kezébe esett, háromszor elsüllyedt alatta a hajó. Csodálatra méltó, de ez, hogy ő nem kímélte magát, hanem egyedül kívánt az Úrral lenni. És valahogy az imádságnak nagyon nagy jelentősége van abban, hogy jól legyünk lelkileg. Kegyelemből vagyunk jól, de amikor imádkozunk, egy komoly, személyes közösségünk lesz az Úrral, ő áthat bennünket, és az ő ereje megújul a szívünkben. Hiszem, hogy mi bennünk is felébreszt a Szentlélek az Úr utáni vágyat is, hogy egyedül is keressük őt. Van egy ilyen ének, hogy ha nincs is társam, én követem Jézus. Szondár Szing énekeljének tulajdonítják. Ha nincs is társam, én követem Jézust. Még itt azért van a 12. versben erről a fiatal emberről azt olvassuk, hogy felhozzák az ifjat elevenen, és megvigasztalódának. Mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy megelevenedjünk a lelkünkben is, fizikailag is, hogy erőt gyűjtsünk, hiszen a fizikailag is, hogy az immunrendszerünk jól működjön, ahhoz meg kell eleveníteni a testünket, a mozgás, a vitaminok és nagyon sok minden által, de hogy lelki értelemben is megelevenedett ez a fiatal ember, és hát nyilván, hogy aztán a közösség belső tagja lehetett, és megragadott minden alkalmat, és továbbadta a vigasztalás üzenetét, ami Krisztusban volt, és az atyafiakban is nagyon nagy öröm volt. Igen, ez nagyon-nagyon gyönyörű, nem is, tehát így fogalmaznám, hogy nagyon gyönyörű dolog itt a 13. versben, amit olvastál is, hogy az atyafiak, akik Pál apostolt kísérték a további útján, ők előre mentek a hajóra, és nem kívánta Pál azt, hogy akik még lelkileg nem tartanak ott, hogy azok gyalog menjenek, ez egy 60 kilométeres út körülbelül, és hanem ő majd úgy rendelkezett, hogy ő gyalog akart menni. És igen, vannak testvérek, akik még kicsik, az ige azt mondja, hogy a hitben erőtelenek zöldséget esznek, nem ítélgetjük azok véleményeit, és hogy vannak, akik próbáltak. De hogy Pál apostol nagyon mélyen gyökerezett a Krisztusban, és aki mélyen gyökerezik a Krisztusban, az keresi az alkalmat és a lehetőséget a vele való együttlétre, a személyes közösségre, az elmélyülésre.